dühös? Falhoz vágna valaki? Vagy csak egyszerűen kíváncsi? Ne fogja vissza magát. Palaver, a Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával, M. Kovács Róberttel. Szép jó napot kívánok mindenkinek ezen a gyönyörű napsütéses délutánon. Köszöntök Önöket a Hír Televízió és a Hír FM Rádió közös interaktív vélemény műsorában, a Palaverben. Én M. Kovács Robert vagyok, és a következő 2,5 órában én várom majd itt Önöket, mondják el a véleményüket az első másfél órában, akár a Hír Televízión, aztán utána a Hír FM csatornáján. És ahogy megszokhatták a műsorban, reggel óta a Hír Televízión van egy napkérdésünk, ami úgy szól ezen a napon, hogy Ön szerint mennyire elfogadható, hogy Magyar Péter rögzíthette a saját felesége telefonbeszélgetéseit, illetve valamiféle beszélgetéseket egészen biztosan, hiszen erről ő maga beszélt. Reggel óta megy a szavazás, jelen pillanatban ott tartunk, hogy van 19%, aki úgy gondolja, hogy ez teljes egészében elfogadható. Arra kérném az igenre szavazókat, hogy próbáljanak már meg betelefonálni a Palaverbe, mert annyira kíváncsi lennék, hogy mi az, ami alapján Önök szerint ez elfogadható. Mindegy. És akkor ez azt jelenti, hogy 81% az, aki azt mondja, hogy hát már pedig ez nem különösebben egy elfogadható megoldás egy házasságban, meg hát a politikában sem feltétlenül biztos, hogy az. És akkor ez lenne a napkérdése, erre egyébként SMS-ben még szavazhatnak a 0630-34-44-690-es számra egészen a televíziós adás végéig, tehát 17 óra előtt néhány perccel majd lezárom a szavazást itt a műsorban. De hoztam persze más témákat is, amikről beszélgetünk, hogy őszinte legyek, az egyik az egyébként ehhez egészen közvetlenül csatlakozik is, hiszen Magyar Péter ugye azt ezzel beismerte, hogy vélhetően illegálisan készített felvételekkel akarja alátámasztani azokat a vádjait, amelyeket megfogalmazott. Egyelőre leginkább a sajtó számára, bár ugye előadta a vádakat az ügyészségen is, oda azonban nem vitt magával egyetlen bizonyítékot sem, de ugye azt állítja, hogy ez a bizonyító erejű hangfelvételek vannak a birtokában, amiket hát vélhetően nem feltétlenül törvényesen szerzett meg. Aztán egy másik témánk, hogy hát, hogy is fogalmazzak, tehát egy kicsit az önigazolás jellegével is. Évek óta mondjuk, hogy Karácsony az Gyurcsány az Karácsony, ők próbáltak időnként előadni valamiféle ilyen bohóc tréfát, meg ilyen szórakoztató műsort, hogy időnként szembe mennek egymással. Na de mostanra azért csak kiderült, hogy az önkormányzati választásokon is közös listával indul az MSZP, a DK és a Párbeszéd. Sőt, mi több, arra is fény derült, hogy 2026-ban, amiért most a DK támogatja az ő Karácsony, az ő főpolgármesteri jelölését, ezért Karácsony Gergely támogatni fogja miniszterelnök jelöltként Dobrev Klárát. Hát annyira messze menő ez a következtetés, hogy a DK-nak, hogy is mondjam, lesz esélye egyébként mondjuk akár miniszterelnök jelöltet választani 2 év múlva, hogy ebben a részletben én most így nem mennék bele. Persze az tény, hogy ők a jelenlegi baloldali ellenzék legerősebb pártja, és mindenki mást is Gyurcsány Ferenc irányít azon az oldalon, de hát, na, tehát, hogy ennyire vannak kétségek, és ennyire vannak eltérő vélemények a baloldalon, hogy már most tudják, hogy 26-ban is együtt fognak dolgozni. Harmadik témánk az pedig egy picit akkor foglalkozzon olyan emberrel, aki tényleg politikus, mert hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy a történelem szemétdobjára kell küldeni az európai parlamenti választásokon a progresszív liberálisokat, akik most Brüsszelt uralják. Én azt gondolom, hogy a betelefonálóink nagy részének ez egy olyan kijelentés, amivel vélhetően egyet fog érteni. Na de azért beszélgessünk róla, egyrészt arról, hogy erre mennyire lehet esély, másrészt arról, hogy ez egy kincstári optimizmus, vagy Orbán Viktor tényleg tudja, hogy mondjuk esetleg a progresszívekkel szembeni szuverenista nemzeti erőket sikerül majd összefogni a június 9-i európai parlamenti választásokon. Na, annyit beszéltem most már, hogy inkább jöjjenek Önök, kapcsolom Gábort. Tiszteletem. Szép jó napot. Tiszteletem. Tegnap a Mártonról volt szó, szívesen elmondtam volna én is a véleményemet róla, de nem hívtak vissza, visszahívtak. Most akkor elmondom most. Kiről? Macronról. Macronról. Jó, beszélgessünk Emmanuel Macronról. Csak egy mondat, egy kérdés. Maga szerint ez a Macron normális?
Az a helyzet, hogy én már nagyon régóta nem gondolkodom azon, hogy a politika szereplői normálisak-e vagy sem, mert mindig azon kell gondolkodni, hogy milyen érdekből cselekszenek. Nekem most megint az a gyanúm, hogy miután Emmanuel Macron már nem indulhat többet az elnöki székért, ő ezzel a kijelentéssel valami jövőbeli pozíciót próbál megcélozni. Ettől még persze az egész európai társadalom bőrét a vására viszi, úgyhogy ha erre kíváncsi, akkor valójában én is azt gondolom, hogy nem normális. Hát persze, hogy nem normális. Hát ettől függetlenül akárhogy is nézzük, és akármi is az indokkal, de hát ilyet nem lehet mondani. Hát ez őrültség. Tiszta őrültség. De az a borzasztó, hogy nem csak ez az ember nem normális, ott van Fiala, a Scholz, a lett elnök, akinek még a nevét se tudjuk, természetesen a Biden. Ebben az a borzasztó, hogy egyre többen vannak, és most már nem csak Nyugat- és Észak-Európában, hanem Közép- és Kelet-Európában is. És ezt azért nem gondoltam volna. Ugye örüljünk annak, hogy viszont vannak, igen, de van olyan közép-európai uniós tagállam, akinek megjött az esze, tehát itt van például Szlovákia. Igen, természetesen az is van, de én most a többiekkel gondolok. Tusk, lengyel, a lett elnök, kelet-európai, a lengyel, közép-európai. Én eddig azt hittem, hogy Közép- és Kelet-Európa normális. Most kiderül, hogy itt is elmebetegek vannak. De ez borzasztó. Hát én egyszerűen nem éltem meg, hogy miért nyalják ennek a szemét Ukrajnának a hátsóját. Hát ez egy végtelenül aljas, mocskos szemét, neonáci, fasiszta ország. Miért nyalják a hátsóját? Mit akarnak tőlük? Hát nem tagjai se az EU-nak. Biztos, hogy ők Ukrajnának akarnak. Mi közünk hozzájuk? Nem? Gábor, bocsánat, hogy biztos, hogy Ukrajnának akarnak ezek az államok megfelelni, vagy esetleg Ukrajna gazdájának? Mit gondol? A Ukrajna gazdájának akarnak megfelelni, de emellett pedig a másik, ami fő hangsúlyos ebben a kérdésben, hogy gyűlölik Oroszországot. Mi bajuk van Oroszországgal? Mi bajuk van Vladimirovics Putyinnal? Hát nem a lengyeleknek azért van némi okuk, hogy bajuk legyen Oroszországgal, tehát azért az ő országukat egy időre felszámolták. A lengyeleknek, igen, a lengyelek utálják az oroszokat. Jó, rendben van, megértem, utálják az oroszokat, történelmi okokból kifolyólag. Jó, de akkor az ukránokat miért nem utálják, miért nem gyűlölik? Hát a második szovjet-ukrán front volt a világháborúban az, amely megtámadta őket. Hát akkor az ukránokat is gyűlölniük kellene, nem? De így van. De egyébként azért, ha megnézzük, hogy például Lengyelországban mi történik, tehát az, hogy most megint a gazdák megbénították gyakorlatilag az ország kereskedelmét és helyenként a forgalmát is, az azért azt mutatja, hogy itt nem feltétlenül a lengyelek azok, akik egészen biztosan ilyen nagy arányban egyetértenek ezzel a véleménnyel, hogy már pedig Ukrajnát mindenképpen is tápolni kell. Inkább azt mondanám, hogy lassan kezdenek ráeszmélni, hogy a legutóbbi választásokon nem biztos, hogy jó helyre húzták az X-et. Igen, pontosan így van. Nem ők a hibásak, mindig a vezetők, a politikusok azok, akik nem normálisak, akik nem gondolkodnak. Hát a Macron kijelentés az annyira felelőtlen, annyira eszétvesztett kijelentés volt, hogy az borzasztó. Hát a Putyin nem hülye, a Putyin tudja, hogy kik állnak vele szembe, tudja, hogy kik gyűlölik őt, és tudja, hogy kik akarnak nekik átokozni, hogy kik akarják elpusztítani őt. Hát hogy lehet ilyet nyilatkozni, hogy mindenáron Ukrajnát meg kell védeni, mert ebben a háborúban csak Ukrajna nyerhet, hogy Oroszország nem győzhet ebben a háborúban, hogy Oroszországot el kell pusztítani. Hát hogy lehet ilyen felelőtlen kijelentéseket tenni? Ha sor kerülne a nagy háborúra, amitől Isten mentse minket meg, akkor Putyin tudja, hogy kire kell ledobni a bombákat, tudja, hogy kit kell megtámadni, tudja azt, hogy kik vannak ellene. Az a baj, hogy ezek az említett bombák, ezek nem annyira válogatnak, tehát hogy egy nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta egy nukleáris robbanó fejjel, az lehet, hogy Franciaországba csapódik be, de lehet, hogy azért ezt fél Európa megérzi. Persze, ez így van, csak azt akarom kihozni belőle, hogy Putyin tudja, hogy kik azok, akik átadni akarnak nekik, és ők fognak legelőször megsemmisülni ezáltal. Nem Magyarország lesz bajban. Magyarországa semmi baja nincs Putyinnak, mert hála a drága miniszterelnökünknek, mi jóban vagyunk az oroszokkal, és az azt jelenti, hogy Oroszország, Magyarországot senki nem fogja megtámadni. Oroszország azért nem, mert jóban vagyunk vele, a NATO pedig azért nem, mert elvileg velük szövetségesek vagyunk, vagy mi az össz. Tehát Magyarország békében van, Magyarországot nem veszélyezteti semmi. De ezeket az államokat, amelyeknek az államfő ilyeneket nyilatkoznak, ezek vannak komoly veszélyben. És azt mondjuk nem fogják fel. Egyébként az volt a kérdése, ugye, hogy miért csinálja ezt Emmanuel Macron. Én azt gondolom, hogy eljutott ez a háború egy olyan pontra. Ugye az Európai Bizottság most megint pénzt akar az orosz lefoglalt vagyonból, pénzt akar küldeni Ukrajnának, hogy fegyvert vehessen. Viszont én azt gondolom, hogy Ukrajna hiába vesz most már akármennyi fegyvert is, lassan a humán erőforrás az, amivel szűkén fognak állni, és
innentől kezdve, hát azt ugye csak akkor tudnak kívülről kapni, hogyha kikényszerítenek egy olyan megoldást, hogy valamelyik nyugat-európai ország azt mondja, hogy már pedig csapatokat kell küldeni. De én azt gondolom, hogy azért nem eszik ilyen forrónakását, tehát azért én azt gondolom, hogy a NATO az első pillanattól kezdve higgadt ebben az ügyben. Jens Stoltenberg is ugye nagyon sokszor az unió, vagy a háborút támogató kijelentéseket tesz, de azt, hogy a NATO kimarad ebből a háborúból, azt minden egyes alkalommal leszögezi, és azt gondolom, hogy miután Macronék, illetve Franciaország is ugye része a NATO-nak, azért egy NATO jóváhagyás nélkül senki nem fog tudni támogatást, vagy támadást indítani Oroszország ellen, jó, vagy az igen. ukrán front ellen. Tehát, hogy itt azért még szerintem van néhány istráng, amivel Macron hülyeségeit vissza lehet fogni, akkor is, hogyha, igen, tehát, hogy tényleg túlmegy minden határon. Ez igen. igaz. És ugye ne felejtsük el, hogy ez ügyben egyébként Magyarországon is lesz most egy demonstráció március 25-én a francia rezidencia előtt, valahol a Széll Kálmán tér környékén, most elnézést, a pontos cím nem jut eszembe, de 18 órakor a Szent István intézet szervez egy megmozdulást ezzel kapcsolatban, egy tiltakozó megmozdulást. Igen, és nagyon jól teszik. Nagyon jól teszik. És az egyébként jó hír, meg ez valóban így van, hogy a NATO nem szándékozik megtámadni Oroszországot. A NATO-nak több esze van. Egyrészt azért, mert a NATO az nem támadhat, az csak védelmi szövetség. Másrészt meg azért mondom, a többségnek azért, hála Isten, van esze, tehát tudja, hogy ezt nem teheti meg. De mindegy, állam, függetlenül ezek a politikusok, akik ilyeneket mondanak, ezek nem normálisak. Nem lehet más mondani. Így van. Gábor, de várjon egy picit, fontos, még szeretnék egy pár idézetet mondani, ha megengedni, jó? Jó, csak tényleg röviden, mert adjunk még egy kis időt valakinek a szünet előtt, jó? Jó, akkor röviden csak annyit. Tudja, mit mondott ez a Bedő? Uramisten, tudja, mit mondott? Azt mondta, hogy az alatt az 5 év alatt, amióta Karácsony vezeti Budapestet, a város, a főváros hatalmasat fejlődött. Ezt bocsánat, mondta. Ne haragudjon, Gábor, de én ebben a műsorban szeretek komoly emberekkel foglalkozni, Bedő Dávid attól baromi messze. Tudom, tehát csak azt akartam belőle kihozni, hogy ennek az embernek végül is igaza van ám, hogyha azt nézzük, akkor ez a város, a főváros tényleg hatalmasat fejlődött, tényleg óriási fejlődött, csak elfelejtett hozzátenni egy nagyon fontos igelkötőt, hogy vissza. Így van. Ugye? Ez egészen pontosan így van. Aztán még egy idézetet, ha megengedik. Igen. A Niederbühler azt merészelte mondani, hogy náluk itt a jobb oldalon a Bayer Zsolti a legnagyobb gyűlöletkeltő. Hát persze, mert ő megmondja az igazságot úgy, ahogy kell, egyenesen karakán módon, és ezért a bal oldalnak ez már mindjárt gyűlöletkeltő, mert ugye ők az igazságot nem bírják elhallgatni, nem bírják elviselni, hanem egyszerűen rámondani azt, hogy gyűlölködők és gyűlöletkeltők. Na most, ha ő, a drága Bayer Zsolti gyűlöletkeltő, akkor kérdem én, ők mik? Ők fászol. Niedermüller Péternek azt javasolnám, hogy hallgassa meg időnként a főnöke jelszavait, aki többször elmondta az elmúlt években, hogy a másik oldallal egyetértőket, illetve az tőle eltérően gondolkodókat hogyan takarítaná el az útból, igen. hogyha hatalomra kerülnének. Nem tudok. Tehát Niedermüller egy zsoldos. Tehát, hogy ő azt mondja, amit a Góré. Ne vegyük komolyan különösen. Igen, csak azt akarom kihozni belőle, hogy ők 100 000-szer gyűlöletkeltőbbek, és 100 000-szer jobban gyűlölködnek, mint mi. Így van. Tehát ezt ők sosem fogják bevallani. Gábor, ugye? Nagyon szépen köszönöm, további szép napot, viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Van még 4 percünk, Márta mindig nagyon röviden és szabatosan fogalmaz, szerintem elég lesz, ugye? Igen, köszönöm szépen. Kezdj csokolom. Jó napot kívánok mindenkinek, és mindenkit szeretettel köszöntök, üdvözlök. Hát én a Magyar Péterre kapcsolatban mondanám ezt a szavazást, elhűtem a déli mérésem, mert ott 46% úgy gondolta, hogy ez rendben van. Most meg 48 már a 3-as híradóba. Nem, most hát 18 volt, nem? Nem, 48 és 56, ha jól emlékszem. Kollégánkat kérem, hogy tegyük vissza ezt a szavazást egy pillanatra a képernyőre. Megnyugtatom Márta. Magunkhoz tértünk. Hát úgy elképettem. Így ez most már ez jobb ez az arány, ugye? Kalózkodnak az ellenfelek. Előfordulhat, hát végül is gondoljon bele, hogy gondoljon bele, mit csináltak a Petőfi film értékelésével a baloldali trollok itt az elmúlt héten. Hát persze, amit mi csinálunk, az minden. Igen. No, bocsánat, ne haragudjon. Nem mondok. Igen, hallgatom. Na, csak azért, hogy akkor itt most pont emiatt hívtam, mert megláttam ezt a önt, hogy megláttam ezt az eredményt. Mondom, úristen, hát itt a balosok belenyúltak, itt gondolom, ők is nézik a műsort, és gondolták, hogy jó,
jó, belenyúlunk egy kicsit és szavazunk másképp, de egyébként a 19-et sem értem, mert az én erkölcsi normám már ez kiveri a biztosítékot. Hát igen, én is ezzel kezdtem, ugye, hogy valaki telefonáljon már be a 19%-ból és magyarázza el nekem, hogy mi alapján elfogadható, tehát így... Hát úgy erkölcselen, és hát gyalázatos, amit ez az ember megtett, és még büszkén vállalja a családja védelmébe. Jaj, édes jó Istenem, hát a családját, ha szerette volna megvédeni, egyáltalán nem megy az első interjúra se a Partizánba. Hát az még hagyján, de az esetleges kapcsolati erőszakra vonatkozó gyanút, azt is ő hozta be a köztudatba egy Facebook posztban, azt mondta, hogy majd ezzel fogják betámadni, és amikor kiderült, hogy azért ő nem egy mintaférj, mert ez a rendőri jelentésből nagyjából kiderül, akkor aztán meg minden történt itt. Hát na igen, és akkor én tulajdonképpen ezzel kapcsolatban itt elszakadt a cél, mert egy kicsit állam, mondom, úristen, hát nehogy már, hogy mi itt jobb oldani, akik gondolkodjunk. Márta, hát, megnyugtatom, helyreállt a világrendje. Jaj, nagyon szépen köszönöm, de nekem még az a 19 is sok. A többihez meg csak a... Igen, hallgatom. Semmi különös, csak ez a karácsony az úgy, ahogy van egy kis nulla. A Magyar Péterről beszéltem, ő is egy nulla a számomra, Orbán Viktor meg egy tökély, és nagyon merem remélni, hogy amit csak ki lehet, és ami ennek a mi országunknak, a magyar hazának jó, azt mind ki fogja harcolni, és én ebben bízok. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, Márta, és köszönöm, hogy ilyen nagyon röviden elmondta ezt az egészet. További szép napot, kezit csókolom. Azt mondja, hogy van egy percünk a szünetig, akkor én már nem beszélgetek addig senkivel, viszont egy-két SMS-t gyorsan beolvasok. Azt mondja, hogy Orbánnak igaza van, sőt, igaza lesz, ezeket az idiótákat a szemét dobra, már Putyinnak szurkolok, minket soha nem fog megtámadni, aki meg háborozni akar vele, az öltözzön be, és menjen, Scholz, Macron, induljatok. Ha az olimpián orosz vagy belorusz versenyző lesz az aranyérmes, milyen himnuszt fognak játszani, Béla bácsi? Nagyon jó kérdés. És egyébként az is, hogy miért viszik be a sportba is ezt a marhaságot. Éva Lajos Mizséről azt írja, Magyar Péter alantas eszközökkel lép fel volt felesége ellen, ki az, aki bízna a pártjában? Nagyon jó. Igen, tehát azt gondolom, hogy sokan megkérdőjelezhetik azt, hogy mi köze ennek az egésznek, ez a családon belüli részleteknek ahhoz, hogy Magyar Péter milyen politikai szerepet vállal, hát egy dolog, az, hogy megmutatja, hogy milyen ember. És anélkül szerintem azért senkinek nem kellene bizalmat szavazni. Néhány perc múlva újra találkozunk, addig egy kis szünet. Tartsanak velem újra. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. M. Kovács Róberttel. Szép jó napot ismételtem mindenkinek, üdvözlök mindenkit itt a Hír Televízió és a Hír FM Rádió közös interaktív vélemény műsorában, a Palaverben. Az a helyzet, hogy az előbbi fél órában már két betelefonálóval beszélgettünk a mai témákról, de most egészen 17 óráig újabb lehetőségünk nyílik erre, úgyhogy hívjanak a 0617992999-es telefonszámon, vagy írjanak SMS-t a 0677953-as számra, illetve szavazhatnak a napi kérdésünkre, amely úgy szól, hogy ön szerint mennyire elfogadható, hogy Magyar Péter rögzítette a feleségével folytatott beszélgetések, vagy a felesége telefonbeszélgetéseit, ez most így egyelőre nem annyira tiszta, bár az tény, hogy ő ismerte be, hogy bizonyítékai vannak, mégpedig hangfelvételek, ami azt jelenti, hogy valószínűleg ő készítette ezeket, nem valószínűleg, ő készíthette ezeket. És ez az egyik témánk is, mert az, hogy ő ezt beismerte, hát, hogy is mondjam, finoman szólva egy gyenge bizonyítéki talapzatot jelent az ő kijelentéseinek, hiszen egyébként a bíróságok az olyan hangfelvételeket például nem szokták elfogadni, amikor a másik fél nem tud arról, hogy eznek a beszélgetésnek a tartalmát rögzítik. És ez nem csak büntetőjogi szempontból érdekes, hanem ugye Magyar Péter valamiért az Orbán fóbiások messiása lett, és úgy tűnik, hogy ő ilyen szempontból akár törvényt is sérthet, mert ez úgy tűnik, hogy a követői közül nem kösebben zavar senkit, és ugye ez egészen pontosan arra is érvényes, hogy egy rendőri jelentés szerint meglehetősen agresszíven viselkedett a feleségével, és ő pedig azt írta ki a Facebookon, hogy majd
asszonyveréssel fogják vádolni, hát ezzel egyébként szerintem senki nem vádolta be őt saját magán kívül, bár ugye a kapcsolati erőszak az amúgy verbális módon is elkövethető, sőt, mi több, a kapcsolati erőszak BTK 212 per A, ha jól emlékszem, paragrafusnál az első bekezdés az kifejezetten arról szól, hogyha valaki a házastársát, gyámját, nem tudom, stb. Felcsorolva ugye a rokoni viszonyokat, súlyosan megalázó, emberi méltóságában súlyosan megalázó, erőszakos viselkedésnek teszi ki, és az a másikban félelmet kelt, akkor megvalósítja a kapcsolati erőszak bűncselekményét, és 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Azt gondolom egyébként, hogy ha Varga Judit nem mert hazamenni rendőri kíséret nélkül, akkor ott azért a félelem is erősen megalapozható, de ebben nem nekünk kell dönteni, hanem esetleg a hatóságunknak, ha oda kerül a dolog. De nem ez az egyetlen témánk, beszélünk a baloldal valódi főnökéről, Gyurcsány Ferencről, és az ő közvetlen beosztottjáról, Karácsony Gergely főpolgármesterről, aki, hát hogy is mondjam, néha időnként előadta a renitens színjátékot itt az elmúlt években, de hát azért pontosan tudtuk eddig is, hogy Gyurcsány Ferenc zsebéből kandikál kifelé, és ezt most be is ismerték, hiszen nem csak az önkormányzati, hanem már a 2026-os parlamenti választásokra is választási szövetséget köptött a DK, az MSZP és a Párbeszéd, ami persze tulajdonképpen sok mindent nem jelent, mert a DK-nak van támogatottsága, az MSZP-nek meg a Párbeszédnek meg tulajdonképpen nincs. Tehát a DK nem sokkal gazdagodott egy Karácsony Gergellyel, legyenek vele boldogak. Harmadik témánk az pedig arról szól, hogy ugye egy európai parlamenti választás is lesz június 9-én, ezzel kapcsolatban pedig a miniszterelnök úgy fogalmazott egy tegnapi díjátadón, hogy a történelem szemétdombjára kell száműzni az európai progresszív liberálisokat. Mondják el, hogy vélemény, mondják el, hogy ezzel egyetértenek-e. Én azt gondolom, hogy mi meg már többször elmondtuk, hogy évek óta erre várunk. No, van már telefonáló is a vonalban, úgyhogy folytatom Dalmával. Kezi csókolom. Az őrségből. Így van. Csókolom. Migráns, kommunista, liberális mentes, szép napot mindenkinek. Nem lehetne ide, még a Magyar Pétert befűzni? Mit szól hozzá, hogy Orbán Viktor hogy egyetért velem? Hát nem vagyunk meglepve, azt gondolom, tehát, hogy... De egyébként azt akartam kérdezni, hogy ebbe a köszönésbe nem lehetne még belevenni, hogy Magyar Péter mentes szép napot? Mert én már úgy meglennék... napot Magyar Péter hír nélkül. Tehát jogos. Azért vigasztalásul elmondanám Magyar Péterről annyit, hogy szerintem Magyar Péter most Magyarország üstököse. Jött a semmiből, most 3 napig mindenki róla dumál, és utána úgy fog eltűnni, mint az üstökösök a nagy semmibe. Úgy legyen. Na, hát ez a véleményem róla. És nagyon remélem, hogy így is lesz. Elnézést. Nagyon remélem. Hát az a helyzet, hogy egyébként azon gondolkodtam, hogy ugyanilyen messiás várás volt Márkizai Péter érkezése idején is. De Márkizai Péternek... Nem az egyetlenek. Hát igen. Egy stabil emberünk van, azt úgy hívják, hogy Orbán Viktor, akiben most már idestóval 30 évvel kapaszkodunk. Igen, és ráadásul Márkizai Péter, hogy mondjam, szívós munkával szépen leamortizálta azt a fajta hitelességét, amivel ő megérkezett, mert az elején hát még azt is mondhatjuk, hogy szinte annak tűnt. Ehhez képest egyébként Magyar Péter életrajza azért ennél már egy kicsivel foltosabb már most. Hát igen. És ugye van az a kérdés, hogy erkölcsöse, amit művelt ezekkel a felvételekkel, hát szerintem nagyon nem. És ha ő ezt megtette, akkor nekem két gondolatom volt egyből, az egyik, hogy ő lehet, hogy már készült a válásra, mert érezte, hogy itt már most nagyon nincs visszaút ebbe a házasságba. Nekem ez az egyik érzésem. A másik érzésem meg az, hogy amit a Juditon keresztül ki tudott szedni különböző információkat, ő már akkor arra készült, hogy ezekkel visszaéljen.
Tehát ha jól értem, arra gondol, hogy ő már előre azt gondolta, hogy megzsarolja így majd van. A volt feleségét. Így van, pontosan. Hát pontosan. Ha egy ilyen jellemű pontosan. Ember valakinek megváltót jelent, akkor én annak külön gratulálok. Igen. Tehát, hát igen. Mondjuk na, nézze, mondjuk, azért ebbe a morális mezőnybe beleillik egyébként, tehát ez a Gyurcsány, Karácsony, Márkizaj, pont elfér egy Magyar Péter is. Szerencsé, ez az óriás rannő csecsemőnk, ez a Karácsony nevezetű. De olvasom, hogy ő mit akar 24 és 26 között csinálni? Ez egy jó kérdés. Hát most valószínűleg úgy tervezi, hogy Budapestet vezetni, de én azt remélem, hogy ebben még lesz némi beleszólásunk. Persze. Egyébként szerencsétlen Karácsony jobban járna, a 2-20-a fogna össze, nem a Gyurcsánnyal. Szerintem azzal is többre menne. Van egy olyan érzés. Igen, lehet, hogy hiperpasszív a főpolgármester, de nem biztos, hogy érintésvédett is. Igen. Az előbb nagyon örültem, amikor a Gábor nevezetű első betelefonálunk, a Macront azt kivesészte. Egyébként gratulálok ennek az úrnak, mert annyira klassz és olyan lelkesítő beszédeket tud lenyomni az éterbe, hogy öröm hallgatni. Hát szenvedély volt benne, az biztos. Nekem volna még egy mondatom Ukrajnával kapcsolatban. Van egy nagyon okos, nagyon, nagyon kedves amerikai bácsi, tudja, aki olyan ügyesen és fürgén tud hasra esni. Igen, és néha eltéved a saját kertjében. Igen, és már GPS kell neki, hogy kitaláljon a ovális irodából, ugye tudjuk. Jó, hát az nehéz, mert sarkokat nem tudja megszámolni. Tehát, igen. Szóval a következő mondat hangzott el a szájából. Oroszország természeti kincseit meg kell szerezni bármi áron. Na most nekem ebbe a mondatba tokkal vonóval benne van a harmadik világháború. Igen, és hogy mondjam, ráadásul a világtörténelemben azt gondolom néhányan már mondták ezt, és senkinek nem sikerült. Hát igen. Tehát... Nem, csak nem, ez a baj ezzel, hogy... Nem tanulnak, semmit nem tanulnak egyébként, hogy Oroszországgal nem lehet kikezdeni. Nota bene, most Kína mögé áll a maga kis 1 milliárd 400 milliós lakosságával. Mit akar Amerika egyébként? Meg egyáltalán Európa. Na most ilyen, jaj, képzelje, 30 centire álltam attól a cirkusztól, amit a Bede Dávid és a Bede Zsolt között zajlott a polgári mulatóba 15-én. Ott ültem tőlük 30 centiméterre. Hát ez a gyerek, ez a polgármesternek nevezett senki házi. Hát Jézus Mária! Nem, hát ő nem, ilyen, nem, a Bedő nem, nem polgármester, ő a frakcióvezetőjük, a Momentum frakcióvezetője. Akkor valami akár. Hát nem, hát hogy polgármesternek szakpolitikával is kell foglalkozni, hát ahhoz ő nem ért. Úgy néz ki, mint egy tüdőbajos kis kölyök, komolyan mondom. Egyébként azon gondolkodtam el, amikor azt a videót megnéztem, Mária. Hogy vajon, ha én oda mennék egy Momentumos Mária. Rendezvényre, és be akarnék menni, akkor milyen biztonsági őrök tartanának engem távol? Mert egyébként sajtómunkatársként ugye ezt sok kollégám tapasztalta már meg. Megteheti, persze, de nem gondolnám, hogy a mi oldalunknak ez a fő célja, hogy állandóan provokáljuk a másik oldalt. Minek? Mi a francnak? De hát ők ezt vállalták minek? Föl. Minek? Abban csak cirkusz van. Igen, de ők ezt vállalták föl egyébként a Momentum, hiszen ők elmondták, hogy nem hagyják nyugton a megafonosokat. Robert, ugye a parlamentbe igen. oda mennek, a telefonjukat belenyomják a kormánypárti képviselők igen. arcába. Tudom, a büdös szájú tordai. Emlékszem rá. Hál' Istennek, én nem voltam még ilyen közel hozzá, hogy megtapasztaljam, de nem is akarom. Tudom, ez rajta is maradt egyébként ez a jelző. Egy tegnapi témára egy mondat erejéig, hagyj térjek már vissza, engem az teljesen kiütött, az a hír, hogy Németországban az egyik iskolában Ramadán, ugye? A keresztény gyerekeket igen. se, hogy hívják, hogy inni vizet, mert hogy van 3 muszlim kölyök az osztályban, a másik 27 meg dököljön szomjan. Szóval ez elképesztő. Egyébként, ha még van 3 percem, vagy 2, van. Én szeretnék egy 2012-es újságcikknek az utolsó pár mondatát felolvasni. Hallgatom. Ha megengedi, Robert. Vigyázz, Európa!
nehogy azt vedd észre, hogy a más vallásúak észrevétlenül diktálnak. Történelmi tény, hogy 10 és 10 000 adták életüket és vérüket a keresztény Európáért, főleg mi magyarok, és most behívjuk, beengedjük őket. Nem szeretnék arra ébredni, hogy csatorba vagy fátyolba kell járni az utcán, 5-ször Allahhoz imádkozni vagy betartani a ramadánt. Mi a húsvéti böjtre, Máriára, Jézusra, Józsefre és minden keresztény szentre szavazunk és hozzájuk imádkozunk. Nem vagyok rasszista, csak előrelátó, úgy gondolom. Gondoljunk csak a trólai falóra, némi kis ajándék és mi lett belőle. Nagyon sok európai városban már állnak a mecsetek ajándékba. Na, röviden csak ennyit akarok mondani. Kedves... Az a lényeg, hogy ez 2012-es újságcikk. És ki írta Szóval ezt? Ki mondta? Én. Nem, ki mondta ezt, ezeket a szavakat? Én írtam. Ó, ja, értem. Ez egy sokkal hosszabb, csak az utolsó pár mondatot. Aha. Én nagyon sok újságcikket írtam, annak idején Robert ezt még nem tudja rólam. Ja, akkor szinte kollégák vagyunk. Hát azért a túlzás. Nagyon szépen. Igen. Hát, én is köszönöm szépen, hogy én is csak ugatom a szakmát, csak már 27 éve. Ez ennyi a különbség. Nagyon szépen köszönöm, kezit csókolom. Én is köszönöm szépen, viszontlátásra, Robert. Na hát, hogy mennyire ugatom a szakmát, valaki rám is szólt, hogy ne szóljak már közben, teljesen jogos. Aztán azért felolvasok még egy-két SMS-t, mert van még egy percünk a szünetig. Azt mondja, Rob, hát ha hagyjuk ezt a 2-20-zal, kirázzon kezet. Kedves Robert, ez a magyar Péter, ez magyar? Tolja az országunkat a kiárusítók felé. Ez az ember nem tudom milyen. Vidéki akcentussal sem ellen. Laci bácsi Vasvár megyéből. Jó. Számomra kiderült, Magyar Péter az ex-feleségén és a kormánypártiakon szeretne bosszút állni, a bizonytalan szavazókra számít, a Fidesz szavazóbázis a stabil, el kell menni június 9-én, írja Jóli Szegedről. Bejelentkezett Volános is, ő azt írja, hogy Orbánnal egyetértve és őt támogatva, de nekem erős kétségeim vannak a június 9-i választások miatt, hiszen az AfD-nek nem 38, hanem 88%-on kellene állnia. Ezt a kanmajmot, a Macront már a hétvégén Vasvillára kellett volna tűznie a gal kiskakasoknak. Forever Orbán és Donald Trump. Hát a Vasvillán kívül majdnem mindennel egyetértek, kedves Volános. Na, az a helyzet, hogy akkor most a televízióból elmegyünk egy néhány perces szünetre, de a Hír FM-en még maradhatnak velünk, és Hír FM-en valakivel beszélgetni is fog. Tévénézőket visszavárom. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A Szócsaták bajnokával. M. Kovács Róberttel. Kérem Ilona, hogy félbeszakítom, de visszatértünk a televíziós adáshoz is, úgyhogy beköszönök a nézőknek, köszöntök újra mindenkit itt a Palaverben. Ilonával mi a Hír FM csatornáján közben beszélgettünk, és ott tartottunk éppen, hogy Ilona félti Szentkirályi Alexandrát a főpolgármesteri kampánytól, és akkor vissza is adom a szót, hogy miért. Hanem, hogy szóval őt válasszák meg. Uh-huh. Mert az biztos, hogy ugyanúgy fog járni, mint a Novák Katalin meg a Varga Judit, az a két csodálatos ember. Hát uh-huh. Nőben még ilyen csodálatos embert nem ismertem. Mert a Jóisten az nagyon jól elrendezte, a férfiaknak adta fizikai erőt, ugye azok erősebbek, a nőknek meg a csavaros éjszárást. Tehát erről van itt szó. Tehát uh-huh. úgyhogy eldöntötték, hogy az első adandó alkalommal onnan ki fogják passzolni a köztársaság. Hát nem tudom, miért köztársaság elnökről beszélünk. Hát Magyarországban nem köztársaság, úgy tudom, hanem magyar állam, nem? Akkor Magyarország. Miért nem azt mondjuk, hogy állam Magyarország, elnök? Amelynek a formája a köztársaság. Hát, egy köztársaság? Igen. Csak a nevében nincsen benne. Hát igen, én meg úgy tudtam, hogy már nem köztársaság, és hogy állam. Hát, mert a DK-sok ezt szeretik, szajkózni, hogy már nem vagyunk köztársaság, de hát egy demokratikus választási rendszerre alapuló államforma az nem nagyon mindig azt, hogy országház, nem par, országház, az országház a csodálatos. Nincs olyan országház egyetlen népnek se. Én voltam a hollandoknál, láttam milyen, hát úgyhogy erről ennyit. Világos. Még gondolkodok, hogy még mit akartam mondani. Ja, igen. És kérem szépen, én megmondom őszintén, hogy a Novák Katalinnál ott ilyen fekete mágia, mert nem beszéltek, mindent emlegettek ma, hogy ez lehetett, az lehetett. Itt a fekete mágiát is bevetették
az ő eltávolítására, fekete mágiát. Az emberek 99,8%-a csak az anyagi világba hisz, csak azt tudja, hogy van, pedig ez nem igaz. Tessék nekem megmondani, hogy Magyarországról 61 ember repülővel mit keresett Nepálba 10 napra, mit tanultak ott, amit a Magyar Tudomány Egyetemen, Orvosi Egyetemen nem lehet megtanulni. No, mit lehet? Nem tudom. Ilona, én azt kezdem érezni, hogy ez viszont most már egy másik műsornak a tartalma, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartott, folytatjuk. No, hát, hogy is mondjam, tehát hogy ezek a tanok engem már egy kicsit elvittek azért attól, ami ennek a műsornak a célja, úgyhogy kicsit rövidre fogtam most már itt ezt a beszélgetést. Elnézést kérek Ilonától, hogyha nem adunk teret a, hogy is mondjam, kisé okkult elképzeléseknek, de ez nem arra szolgál ez a műsor. No, viszont itt van velünk a vonalban Zsuzsanna, és csak mielőtt még bekapcsolnám, gyorsan elmondom a három mai témánkat, hiszen ezek mellé fűzzük azért a beszélgetéseket. Többnyire Karácsony annyira nem Gyurcsány embere, hogy már 2026-ig tartó szövetséget vagy megállapodást kötöttek. Magyar Péter beismerte, hogy alig, hanem illegálisan készített hangfelvételekkel akarja bizonyítani azokat a vádakat, amelyeket egyébként kormánytagokkal szemben fogalmazott meg. És Orbán Viktor egy tegnap díjátadón úgy fogalmazott, hogy a történelem szemét dombjára kellene száműzni az európai progresszív liberálisokat, és közben hát az van, hogy akkor viszont most gyorsan bekapcsolok egy betelefonálót, mert kollégáim most szóltak, hogy 35-kor viszont kolléganőmmel Budai Ivettel kell megbeszélnem, hogy mi is történik majd a darab szép volt M. Kovács, tehát hogy mi történik a radarban. És akkor addig viszont szeretném eltölteni az időt itt az éteren keresztül Zsuzsannával. Kezit csókolom! Hát jó napot kívánok! Nagyon szégyellem magam, hogy egy hét alatt harmadszor bejutottam, de 2 évig egyszer. Olyan ez, mint a lottó. Hát ez, de azért a akkor ez most az ötöse akkor. Na most annyit hoznék ehhez a házassághoz hozzá, hogy azért mi magyar emberek nem élünk még olyan baromi jól, hogy egy házassággal foglalkozzunk. Ugye? Igen, Magyarországon a házasságok 60%-a már nem szentségi házasság, hanem hétszentségi. Na most, hát ezt nagyon komolyan gondolom, és szóval döbbenek meg, hogy ez egy témája magyaroknak, azért még nem élünk olyan nagyon hát, jól. Nézze, a következő van, tehát ezt nem a sajtó találta ki, ezt ugye Magyar Péter azért hozta be a köztudatba. Nem érdekel a Magyar Péter se, meg a felesége sem. De ugye ő ezt politikai tényezővé tette. Hát és azt, maga. És nem igazából fölfogni a politikai tényező, hogy szegény emberekkel kell foglalkozni, hogy hányan éheznek, bizony éheznek. Zsuzsanna, sajnos, viszont hadd mondjak annyit a saját védelmemben, hiszen én állítottam ezeket a mai témákat össze. Magyar Péter nem azt ismerte be, hogy a házasságában, hanem hogy illegálisan készített hangfelvétellel akar bizonyítani politikai vádakat. Az már politikai tényező, az nem egy házasság kérdése. Na, ne csináljunk már politikát egy ilyen házas párból, jó? Mondom, hát de Magyar azért... Péter csinálja. Hát akkor nem kell foglalkozni a Magyar Péterrel. Kérdezzék valami, nem tudom, mennyi idő van, mert tegnap este hallgattam... 3 percünk. Akkor az már nagyon kevés, hogy kitaláltak egy olyan szülési módszert, hogy nem kell szülőszoba semmi, nem tudom, hogy tud-e róla. Hát érintőlegesen. Hát igen, én a 3. gyerekemet a Szent János kórházban szültem, az még nem, idős vagyok, 81 éves, mert tele vagyok unokákkal, hála Istennek, de ne haragudjon, ott akkor nem volt toalett, le volt szakadva, és a szülőszobában nem volt mennyezet. Tehát engem betettek egy betegszobába az első emeleten, dr. Gál Bátor Andás volt a szülész tőgyógyászom, és ott minden
cirkusz nélkül megszültem a harmadik kisfiamat. Uh-huh. De hogy most ilyet csináljanak, nem tudom, ez van egy államtitkárunk egészségügyben, miniszter, nincs egészségügyi miniszter, nagyon nagy hiba, és bizony nem bánnám, ha hozzászólnának a nők, bár már férfiak is szülhetnek. Úgyhogy lehet, hogy ez az új szülészeti lehetőség elsősorban a férfiak részére készült. Én azt gondolom egyébként, hogyha nem tudom, mennyire szokott interneten videókat nézni. 81 éves vagyok, igen, gondoltam. Kikapcsoltattam az internetemet, nem szeretnék megvakulni, megsüketülni, amit majd féltem is az unokáimat, már ők is nagykorúak, hogy megszabaduljanak ettől a hülye internetmániától. Hadd javasoljam akkor is valahogy, nem tudom, most hirtelen a műsorrács nincs a fejemben, hogy de szerintem ma már nem ismétlik a tegnapi napi aktuális című műsorunkat. Ott ugyanis vendég volt. Ismételték pont a... Igen, Takács Péter államtitkár, egészségügyi államtitkár. Igen, olyan szörnyűségeket mesélt, hogy őrület, uh-huh. hogy nem is kell szülésznő se, mert majd mindig ott lesz az orvos, annak a nőnek, akinek jó volt a terhessége, figyelne, minek utána ez a harmadik gyerekem született ott meg egy közönséges betegszobában, itt vagyok, mindegyik fiacskámban, fiacskáim is már túl vannak az 50-en, botránynak tartom, hogy ilyet kimer mondani egy orvos, hogy a nőkhöz, a szüléshez nem kell. De hát kell, ő most hogy... mondta, hogy pont az, hogy nem voltak különösebben speciális körülmények, és mégis akkor sikeres volt. Akkor nem voltak, de akkor szocializmus volt, a bűnös hát a... szocializmus. De hát mégiscsak sikeres volt. A szülés az igen. az volt, de az rajta múlott, és az orvosomot, de ott nem lesz szülésznő, meg szülészorvos, csak az, aki szülni akar, botrány. De ő, bocsánat, Takács Péter nem azt mondta, hogy nem lesz ott orvos, tehát azért ezt ja, nem tisztázom. Lesz, ott majd éppen elősednek egyet, ha kell. Meg az menjen, akinek nem magas a vérnyomása, meg nincs. Kedves tukra. Zsuzsanna, viszont el kell köszönjünk, mert köszönöm, itt vár már. Köszönöm szépen, kezicsókolom. Viszontalásra. Hát érdekes az elképzelés, de próbálom összehozni a logikailag. Minden esetre, amivel viszont mi folytatjuk, az most az, hogy megszólítom Budai Ivet kolléganőmet, szervusz Ivet, mivel várjátok a mai radarban a nézőket? Szervusz Robi, köszöntöm a nézőket is. Sok témával készültünk, ezek közül most néhányat ajánlanék, hogy mivel is találkozhatnak a mai radarban a nézőink. Ma van a Down-szindróma világnapja. Szabadon, önálló életet élni Down-szindrómásként nem lehetetlen, sőt reális vágya a legtöbb érintetnek. Ehhez pedig az egyik legfontosabb dolog, hogy a társadalom egy befogadó közegé váljon, és ne skatyújázza be azt, aki egy kicsit másként van jelen közöttünk. Ezzel is foglalkozunk ma. A mese a szóbeliség kialakulásával az élménymegosztás eszköze is lett, ám ez napjainkra már láthatóan nem kap elég hangsúlyt a családoknál, és a gyerekeket leggyakrabban az elektronikus eszközök foglalják le, ami nagymértékben befolyásolja a nyelvi fejlődésüket is. Mutatjuk, hogy mik azok az intő jelek, amikre a szülőknek érdemes odafigyelni. És a mai radarban megismerhetik Judik Zoltánt, aki 91. életévében jár, és jó egészségnek, illetve remek fizikai állapotnak örvend. A magyar kosárlabdázás legendája heti 4-szer teniszezik, és versenyekre is jár. A legutóbbi megmérettetésen pedig a dobogó második fokára állhatott fel. És hogyha kíváncsiak arra, hogy hanyadik helyen végzett hazánk a világ boldogság rangsorán, akkor mindenképpen tartsanak majd velünk, 17 óra 30 perckor kezdődik a radar. Köszönjük szépen, Ivett. Én nem tudom, hogy a paláver betelefonálóinak hangulatából mennyire tippelhetek erre a boldogsági sorrendre, de akkor nagyjából én a tipped, Robi? Középmezőnyre gondolnék. Hát akkor nézd meg az adást, és kíváncsi vagyok. Az a baj, hogy akkor még itt fogok ülni, de visszanézem majd. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Jó munkát nektek, szia. Mi pedig akkor folytatjuk a palávert, mégpedig egy-két SMS-sel, mert azt mondja valaki, hogy Szentkirályi Alexandrát nem kell féldeni, minden magyar értékes nőt visszavárunk, írja Joli Szegedről. De ez egyébként az egyik kedvenc SMS-em most így az elmúlt időszakból. Kedves paláver, azt a kérdést kellene szavazásra feltenni, hogy a főpolgármester hány métert biciklizhetett az általa felfestett kerékpársávokon? Egy perc, egy méter, egyes gomb, 5 méter, kettes gomb, 10 méter, hármas gomb, 50 méter, négyes gomb, és így tovább, és így tovább. Üdvözlettel, G. Hát én nekem van egy olyan érzésem, hogy a bináris számrendszerben egyébként az a szám, az szerepelni tudna. Tehát amit Karácsony Gergely összesen biciklizett. No, ez alapján legalábbis. Aztán egy másik, Józsó írja nekünk, szerintem ne legyünk optimistán, nyugodtak. Egy, ha az oldal ennyire tehetségtelen, hogy csupán erre a
gondolom a baloldalra gondolt, hogy csupán erre a Magyar Péterre tellett, akkor kétségbe esettebb lépésekre is vetemedhetnek. A hősök tere ne legyen Majdan. Hát ebben maximálisan egyetértünk. Ne nyugtasson senkit, hogy korábban az oroszokkal senki sem tudott elbánni, Napóleon és Hitler ugyan mérhetetlen szenvedést okozott, de egyik esetben sem kellett a földet többszörösen elpusztítani. Ki elpusztítani képes háború kockázatával számolni. Üdv Józsó! Ebben teljesen igaza van, és ezért kellene mindenkinek, különösen a politika szereplőinek sokkal nagyobb önmérsékletet tanúsítani azzal kapcsolatban, hogy mennyire akarják kiszolgálni az amerikai érdekeket azzal, hogy végtelenül Ukrajna védelmére próbálnak kelni. Azt írja nekünk, hogy az itteni vén munkakerülő, ha jól értem, akkor ez az aláírása. Az oroszok már a Spájzban vannak, de ti egymás, fordítok, jó, bunkóról magyarra, ti egymás hátsóját szaglásszátok. Most a Magyar Péter, hogy fordítsam le értelmesre, hát ezt nem tudom, tehát, hogy valaminek a Magyar Péter valamiét szopisztok, Orsós tényleg hisz Putyinnak? Hát tényleg a hibbant vén majom arcú a megbízható, a putyinkátuk sem épelméjű bám, mint a Biden. Kedves vén munkakerülő. Tehát azért, hogy is mondjam, tehát ha valaki azt gondolja, hogy az ő véleménye számít, akkor mi a búbánatért nem lehet azt normálisan megfogalmazni? Azért olvastam egyébként ezt az SMS-t be, hogy úgy lássák a betelefonálók és a tévénézők, hogy egyébként a másik oldal véleményalkotóinak mi a színvonala. A színvonala és egyébként a kultúráltsága. Mert hogy például én a Facebook oldalamon hát olyan tucatnyi ilyen hasonló vén munkakerülővel találkozom, és így tényleg nem akarom elhinni, hogy a gyűlölet, meg az ostobaság, meg a kitartás az ennyire komoly kombót tudnak alkotni. Na de mindegy. Jó, szerintem ennyit az SMS-ekről, még mielőtt beleszaladok egy ilyen újabb vén munkakerülőbe. Inkább bekapcsolom Lászlót a vonalba, beszélgessünk tovább a témákról. Szép jó napot, üdvözlöm! Tiszteletem, Kántor László vagyok. Üdvözlöm! Somogy megyér. Melyik témához szólna hozzá? Hallom. Persze, igen, hallgatom. Én személy szerint csak karácsony gyertyával akarok foglalkozni, ha meghallgat, nem tudom, mennyi időm van. Ó, még van bőven, úgyhogy beszélgessünk. Akkor kezdem az elején. Szabos megyébe születtem, Pesten nőttem fel, tehát így már megkövetni egy-két dolgot. Egyébként üzemérnöki épületgépész vagyok, 78 éves. Na most ezt a karácsony gyertyát, ez annyira kedvelem, hát magától jobban nem tudom mondani. Kérem szépen, az ember, én szerintem, ezt tessék így meghallgatni, hogy mondom. Onnan származik, ahol belepült a varjú, madzagon se tudott kikerülni zsákfaluból. Nyíltas. Még egy falu ott van mellette, ugyanolyan, de hogy került onnan ki, nem talál vissza a falujába. És annyit még egy, hogy sorba vegyük, én 16 évet Nyíregyházán laktam. Mint egy nagy vállalatnak kemény megszintott már minden. Zálin körzete, Szalka körzete, milyen volt Debrezen körzete, nagy-nagy a kemény, valamikori nagy szinten működött. És tehát ismerte az egész Zálin, így, hogy röviden fogva, ez az ember hogy úgy került oda Pestre, aki nem ismer a se külső kerületét, mert a többi évben én Nyíregyházán családot építettem. De hajógyári srác voltam fiatal koromban, tehát engem lehívtak oda, amikor új cég alagult. Tetszik így érteni. Igen. És akkor ott megszűnt ez a lehetőség, én visszamentem Pestre, hát hazamentem így tulajdonképp. Ez az ember, tehát így szemtől szembe kérde magától, ez az ember ismeri Pestet? Ezt nagyon nehéz megmondani. Ezt nagyon nehéz megmondani, az biztos, hogy azt nem minden tudja. Minden kerületnek minden sarkát ismerem,
mert a többi életem ott van. Én nyugdíjba jöttem, ide jöttem vidékre, szépen kialakítottam ezt a kis családi házat, de hallgattam ezt a dolgot, durva szavakat nem akarok használni. Kérem szépen, ez az ember nem hogy nincs tisztában önmagával, ide-oda dobálják, ide-oda lökik egymást, na meg hát a többit, hát azt nem akarom ragozni, meg így, meg úgy, meg amúgy, hogy ezt az aljasságot. Most annyit még, én a Terézvárosban laktam, mi pesti emberek tudja, hogy mondja, nem hogy Pest, meg kerület, tudja melyik város és hol van, ugye? Igen. Hát ez természetes. Hát nem az, hogy Pest, hát annyi részből áll, mint a nyavaja. Amellett a mentőknél szolgáltam, mint műszakért, mert hát tudja, hogy mint pesti ember, hát mai nap, hát ez az ember azt se tudja, hogy Erzsébetnek, vagy hol a sarka, meg a vége. Hát ez könnyen lehet, és azt hiszem, hogy szerintem ne álljunk neki, hogy mi az, amit ne álljunk fel neki felsorolni, hogy mi az, amit Karácsony Gergely nem tud, mert annyi műsoridőnk viszont nincsen. Úgyhogy László, nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Minden jót, köszönöm szépen. És annyi időnk viszont még egészen biztosan van, hogy Nándorral beszélgessünk. Szép jó napot, üdvözlöm. Halló, Nándor? Üdvözlöm. Igen, hallom. Üdvözlöm. Tisztelettel fogadom, hogy visszahívtak. Igazából egy összefoglalót szerettem volna adni azzal a három kérdéssel, vagy megállapítással kapcsolatban, amit megjegyeztek, hogyha baloldali nézők valószínű nézik, mert mi is nézzük az ő műsoraikat, szeretném megkérdezni, hogy gondolták volna valaha, hogy a baloldal és a jobboldal vitája olyan szintre süllyed le, hogy itt ilyen háborúról, migrációról, gender propagandáról vitatkoztunk korábban, ugye adókulcsokról, egészségügy rendbetétele, oktatás rendbetétele, és megdöbbentő szerintem minden normális nemzeti érzelmű ember számára, hogy ilyen alapvető dolgokról kell vitatkozni és állást foglalni, nem csak nemzeti szinten, hanem a Európai Unióba is. Nem tudom, hogy önnek erről mi a véleménye. Az a helyzet, hogy egyébként én azt gondolom, hogy ha az Európai Unió alapító atyái most élnének, akkor így fognák a fejüket, hogy ezért kár volt. Mert egy európai gazdasági közösségből lett egy ideológiai elnyomást vezénylő unió, amelyik egyébként ugye már most a saját költségvetésén messze túlterjeszkedve ideológiai okokból támogat egy olyan országot, amelyik nem tagja, egy olyan ország érdekei miatt, aki meg marha messze van innen. Tehát, hogy... Igen. Tehát szerintem egy közröhely. Így van. A balti államokat felhozva, és nagyon sok más államot, akik szeretnének csatlakozni hozzánk, évtizedek óta. Balkánira gondolt, mert a baltiak már többnyire uniós tagok. Igen, és akkor egy Ukrajnát, aki gyakorlatilag gazdaságilag megszűnt, a korrupciót tudtuk előtte is, a háború előtt, utána szerintem ne ragozzuk. Tehát ezek olyan eszement dolgok, amivel az ember nem tud azonosulni, én úgy gondolom. Hát, hogy őszinte legyek, egyébként pont most a napokban volt arról szó, hogy miről is? Igen, tehát, hogy arról, hogy az Európai Unió ugye gyakorlatilag azt találta ki, hogy a balkáni országok csatlakozási tárgyalásait nem teszik a kirakatba, nem fogják a részletekről tájékoztatást adni, mert abszolút tanulták meg, hogy az Ukrajnával kapcsolatos dolgokból, hogy ez nem jó. Hát könyörgöm, ha a balti államok, balkáni országok. Igen, tehát a balkáni országok végignézték azt, hogy ők évek óta tárgyalnak, évek óta készülnek fel. És akkor egyszer csak jön egy ország, ahol nyakig ér a korrupció. Gyakorlatilag nincs államszervezet, nincs egy állami költségvetés, mert segélyekből tartják fönt az országot, hadi segélyekből. Fogja magát, és elkezd beelőzni. Hát nem vagyok meglepve, hogy innentől kezdve az Európai Bizottság nem akar majd beszélni a tárgyalási támogatásokról, mert baromira beégnének, ha kiderülne, hogy mennyire durván kettős mércét alkalmaznak.
így van, és ugye azt se tudjuk, hogy ezek a pénzek hol kötnek ki, valamint ugye biztos vagyok benne 100%-ig, hogy fennáll annak a veszélye, hogy valamikor egyszer a háborúnak a vége lesz. Ezek a fegyverek hova kerültek, kik landoltak, jelen pillanatban kinél vannak, milyen következményei lesznek ezeknek a következő évszázad, évezred terrorizmusát támogató dolgaira. Tehát megdöbbentő, és az a megdöbbentő, hogy a baloldal, a progresszív baloldal ezekkel az eszmékkel azonosul. Nem hallunk egyetlen egy tiltakozó megnyilvánulást, megvetést, semmit nem hallunk. Így van, igen, teljesen egyetértek, Nándor. A budapestiekhez szólnék, én debreceni vagyok egyébként, csak azt szeretném ezzel kapcsolatban kifejteni az önkormányzati választásokkal kapcsolatban, hogy hány Lakner Csabát akarunk. Megdöbbentő volt, egy drogozásos felvételről állították Kunhalmiék, hagyd ne soroljam, hogy nem ismerik fel, hogy ki van a felvételen. Tehát nem is tudom, hogy ez minek a határa, hogy mi kell még ahhoz, hogy bebizonyítsuk azt, hogy a budapesti vezetés jelenleg olyan emberek kezében van, akik a DK-t szolgálják ki, azt a DK-t, aki számon kéri egy mély tiszteletben álló köztársasági elnököt, Súlyog Tamás urat, mindenféle zsidó elítélésekkel kapcsolatban, Gyurcsány Ferenc, aki egy elkobzott zsidó villában él, és van pofájuk, ilyen dolgokba belemenni. Tehát nagyon jó összefüggésekre világít rá, Nándor, én köszönöm szépen. Megmondom őszintén, mert ez pontosan így van. Tehát megdöbbentő és arcrezzenés nélkül. Így van. A pedofiliáról ne beszéljünk, mert szerintem túl van ragozva. Én azt mondom, hogy Novák Katalin körme alatt nagyobb méltóságban, mint az egész baloldal. Hát csak meg kell nézni most ezt az új budai pedofil ügyet, ahogy kezelik. Tehát így tökéletesen van, látszik a kezdő közti különbség. Ott nem hallunk, még csak azért sem hallunk egy szót sem, hogy legalább valami elterelés lenne, hogy talán lenne valamilyen elleninformáció, de nem hallunk semmit. Nem. Semmit nem hallunk. Nem tudja, az a helyzet, hogy a... Nem is tudom, most majdnem azt mondtam, hogy a miniszterelnök, de talán nem ő volt, hanem Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezető fogalmazta meg azt, hogy a jobb oldalon a hibáknak is van következményük, a bal oldalon a bűnöknek sincs. És azt gondolom, hogy ez az az időszak most, amit minden nap látunk az újbudai pedofil ügyel kapcsolatban, egyébként Magyar Péterrel kapcsolatban is ugyanezt az elvet láthatjuk a bal oldalon. Tehát azért én emlékszem, hogy ennél sokkal kevesebb, hogy is mondjam, családon belüli problémára, például a, mit tudom én, a NANE, a Nők a Nőkért, az Erőszak Ellen Egyesület, az mondjuk ugrott igen, az elmúlt igen. években. Most meg egy szó sincs. Egy büdös nincs. Szó se. Nem hát. Tudom, emlékszik-e a három fehér sapkás hölgyre, akik tüntettek annak idején ja, a mozgalom mellett, a Kunhalmi meg Bangóni, aki szerencsére eltűlt a sűjesztőben, és ők hallgatnak, ugye? Hát hallgat itt mindenki egyébként, tehát, hogy ami ennél nagyon, vagy ami ennél még talán fontosabb, hogy egyébként Magyar Péter is hallgat most, mert ugye amikor arról van szó, hogy bizonyítékot kellene bemutatni, akkor ja, most pont nincs nálam, mert nem tudtam, miért hívtak be. Hát miért hívtak be, szerencsétlen, hát mert te akartod, hogy behívjanak. Hát, na jó, bocsánat, ne haragudjon, mert kicsit elragadtatom már magam. Elragadtatja szerintem mindenki magát. Ugye láttuk az őt körülvevő közeget, hogy kikből áll egyébként, én azt mondom, hogy nem szabad első látásra megítélni senkit sem, de hogyha próbáljuk így kategorizálni, hogy Magyar Péter milyen réteget képvisel most per pillanat jelenleg, akkor inkább ezt itt nem mondanám el ezen a fórumon. Viszont még egyszer üzenném minden budapestinek, hogy nagyon-nagyon gondolkozzanak el, és itt pártállástól függetlenül tényleg, hogy mi az, ami a város érdekeit fogja szolgálni, mi az, ami történt az elmúlt 5 évben is, és én azt mondom, hogy a mai napig nem tudok erre választ adni, hogy Tallós István miért szerepelt úgy, ahogy végül is szoros verseny volt, de mégis nem mellette döntöttek, és borzasztóan sajnálom, hogy ez a jelenlegi város
a markában van a DK vezetésének a letúzás. Én nagyon remélem, hogy a budapestiek azért úgy vannak vele, hogy a puding próbálja az evés, most tettek 5 évig karácsonyt, és akkor most már pontosan tudják, hogy milyen az íze. Ha ebből még valaki 5 évig kér, annak én külön tudok gratulálni. Akkor így van, az meg is érdemli. Így van, Nándor, nagyon szépen köszönöm, hogy betelefonált, további szép napot kívánok, viszont hallásra. Én kívánom önnek, minden jót. Nagyon jó megállapításokat mondott Nándor, legalábbis nekem nagyon tetszett. Az a helyzet, hogy 1 perc 20 másodpercünk van hátra az adásból, úgyhogy nincs más dolgunk, mint hogy a mai szavazásunkat azt lezárjuk. És azt mondja, hogy már is mutatják kollégáim, normális dolog-e, hogy Magyar Péter rögzíthette a saját felesége telefonbeszélgetéseit? Ez volt a nap kérdése egészen a Napindító című műsorunk óta. Önök azzal az arányjal szavaztak erre, hogy 81%-uk szerint ez nem normális dolog, 19%-uk szerint igen. Én ugyan kértem, hogy valaki telefonáljon be, és magyarázza el abból a 19%-ból, hogy miért tartja ezt normálisnak. Ez idáig, ha jól látom, akkor erre még nem nagyon került sor. Remélem, hogy még az hátralévő 1 órában, amíg a Hír FM-en várom majd az önök véleményét és telefonhívásait, addig valaki csak elmagyarázza már nekem, hogy az én szűk fejembe is beleférjen ez, hogy mitől elfogadható, mert én nem nagyon látok erre semmiféle okot. Azt mondja, hogy igen, nagyjából ennyi volt. Még esetleg beolvasok egy SMS-t. Tisztelt Uram, miért kell küldeni csátba 200 magyar katonát, mikor háborús veszélyhelyzet van Magyarországon, írja Csaba. Kedves Csaba, miért kellene több 10 000 katonát küldeni Ukrajnába, ahogy azt Emmanuel Macron a nyugat-európai országoktól elvárná? Szerintem legyen ez a mai végszavunk. Találkozunk legközelebb. Viszontlátásra. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver, a Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával.